Excuse me! Hey, come on, buddy, come on! Excuse me! We're here! Szevasztok, itt vagyunk a repülőtére, most már nem tudom, 100 órája. Már a géphez megyünk, ha jól tudom. Én nem tudom pontosan, mert nem repültem még, ez az első. Nagyon jó lesz, jól fogjuk érezni magunkat, oda tesszük a sókat, úgyhogy srácok, nyomjátok, nézzétek ti is. Irány Jedda. Yeah! Megérkeztünk Tabukba, itt vagyunk a reptéren, nem sokára menjünk a szállásra, nem tudjuk, hogy mennyi idő lesz oda. Milyen az utánpótlás? Jó, erről szeretném, inkább megyek szépen. Jó. Szia! Milyen volt a kilátás a főszálláskor, illetve a leszálláskor? Fantasztikus volt, hát soha ne hagyjátok, hogy nem ültetek az ablak mellett, mert egyszerűen elképesztő látvány tárult az országra, meg talán azt is mondhatnám, hogy az egész világra. Ennyi. Két órán keresztül mentünk a sivatagban, aztán megérkeztünk ide, a Neon Beachre, és most elfoglaltuk a szállást, ami mindenkinek külön-külön kis apartmanja van, nagyon fullosan felszerelt, és nagyon-nagyon cuki, kis pici konyhája van, van egy fürdőszobája, rendesen felszerelt. És most a Matyinak a kis házikóját láthatjuk. Viharként tombol már a messzi távol. Ide jöttünk Magyarországról, Szaúd-Arábiába. Itt ül mellettem a Julcs is, mellette Bendi. Aki majd fogja nyomni és kenni. Holnap talán már a Matyi is fellép velünk, de addig még megeszünk s megiszunk néhány nedűt. Mondjál te is valamit, Julcsi! Are you ready? Meghívtak minket egy iskolai fellépésre, amit itt is láthattok, itt van a maga a suli. És az itt élőknek igazából bemutatjuk így a kultúrát, stb. És igazából ez így a házuktól egy pár perc sétára van. Rengeteg ilyen kis házikó van, hasonló, mint a miénk, ahol minket szállásoltak el, és nem sokára föllépünk itt is.
kapcsán? Ja. Hát Wolfsz az egy nagyon nagy élmény volt, bár annyi pozitívum van, hogy én kiestem. Basszus! Ez mit keresett itt? Semmi. Hangulatában jól sikerültek a sók. Új koreót raktam össze itt a csapatnak, amit most a következő évben csinálni fogunk. Akarok felkelni. Nem akarok hazamenni. 5-kor felkelni. De hát amúgy is fel kell kelni 6-kor. Úristen, nincsenek nyomtatva a repjegyek. Nem is biztos, hogy megvannak a repjegyek. Nem, amikor mondtam, hogy nyomtassam. Lehet, hogy még maradunk amúgy. Én adnám. Én nem akarok hazamenni. Én itt tudnék élni, hát egy évet minimum. Jó. A TikTokon is ott vagyunk, és oda is felkerülnek majd menő tartalmak, mindenféle Saudi break show, ha esetleg, hogyha megszerezzük a snorkelezésre elvileg, készült valami videó felvétel, és hogyha azokat azt megszerezzük, meg azokat is, meg lesznek képek, meg videók, meg mindent begyűjtünk, és TikTokra kis sorcokba is be fogjuk rakni, hogyha ezt a videót nem akarod végignézni, bár pedig meg kéne. Ja, és iratkozzatok fel a csatornánkra, nyomjátok meg a csengő gombot. És hogyha szeretnétek gamer tartalmakat látni, akkor megírjátok meg kommentbe, és akkor elindul egy új csatorna, a Budapest Breaking Gaming Stream. És akkor jövünk vissza. Decemberben. Elején. Valamikor. És 10-valahanyadika van, pár hét múlva gyakorlatilag utazunk. De akkor csak csodában leszünk. Hány hét? 2-3 hét múlva jövünk ja, vissza. Ja, amúgy hazafele Dubajba megyünk. He is my student. However, he gives me trouble all the time. Megjöttünk Dubajba, megyünk itt is egy karikát, egy-két jó spoton brékelünk is egyet, 5 óránk maradt a következő repülőig, egy hónap múlva pedig jövünk vissza, ismét Szaúd-Arábiába, Riádba, úgyhogy akkor is tartsatok velünk, kövessetek minket. Yeah!